Ez a zebra nem csak a közlekedőket, de átmenetileg a teljes délelőtti tantermi oktatást is megállította a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában, ahol hagyomány szerint közlekedésbiztonsági napot tartottak. Bár még mindig sokan autóval hozzák iskolába a gyermekeiket, az intézmény közelében kiépült kerékpárutaknak köszönhetően egyre többen érkeznek két keréken, vagy épp rollerrel iskolába, mondta el Illés Zoltán iskolaigazgató. A mai napi programot az iskolát támogató Nebuló alapítvány finanszírozza, bonyolítja. Nyíregyháza megyei jogú várostól kapott pályázati forrásból. A polgárőrség támogatja még ezt a munkát, és szülők is részt vesznek a mai napi program keretében is, segítséget nyújtanak, természetesen az iskola pedagógusai, illetve azok a szervezetek, akiket a Nebuló alapítvány bevont a mai napra. Hozzátette, a közlekedés biztonság folyamatosan napirenden van az oktatásban, egyes tantárgyak is tartalmazzák a közlekedési szabályok oktatását, mivel a vármegye székhelyen nagy a forgalom az utakon. A rendezvényt a diákok szüleiből verbuválódott Nebuló alapítvánnyal közösen szervezték. Ez a közlekedésbiztonsági nap már hagyománnyá vált az elmúlt több mint két évtizedben. A Covid időszakában sajnos egy leállás történt, és ezt a hagyományt szeretnénk újra feleleveníteni, annak érdekében, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a biztonságos közlekedésre, a közlekedési szabályok betartására, és mindenképpen az egészséges élet felé tudjuk őket vinni. Ezen a foglalkozáson az elsősegélynyújtási alapismereteket sajátíthatták el a gyerekek a Sport és Egészség Határok Nélkül alapítvány munkatársai segítségével. Nem messze tőlük Trafipax mérte a szaladó diákok sebességét, ezzel párhuzamosan az udvar másik felében a rollerrel való megállást is gyakorolhatták a résztvevők a polgárőrség felügyeletében. Nagy örömmel érkeztünk ide a mai napon, hiszen meghívást kapott a polgárőrség, hogy egy kis közlekedés biztonsági napon segítsük mi is az ő munkájukat, és igyekeztünk egy kis kvízzel érkezni. Felhívjuk a figyelmüket a kerékpár legfontosabb alkatrészeire, kötelező elemeire, illetve a jelzőlámpák fontosságára. Ezt próbáljuk, igyekezzük velük megtanítani elsősorban, illetve egy kis közlekedési pályával érkeztünk, ami az Országos Polgárőrszövetség jóvoltából valósulhat meg. Túróci Kinga hangsúlyozta, a polgárőrség fokozottan ügyel a diákok szabályos közlekedésére a tanévkezdés során. Minden évben ő segíti a polgárőrség az iskolakezdést, így a reggeli órákban és a délutáni órákban is irányítunk polgárőröket az iskolák környékére. Nyíregyházán 15 egyesület működik, 15 polgárőr egyesület, akik igyekeznek város részenként az iskolákhoz alkalmazkodva segíteni a biztonságos közlekedést. A legkisebbek színezőkkel és feladatlapokkal gyakorolták a közlekedési helyzeteket, a nagyobbak pedig ezeken az akadálypályákon tehették próbára magukat, ahol nem csak száguldani, de időben megállni is tudni kell.